Hóhányó hó emberek! Óz. Dermesztő hideg volt, és szép völgyben nem igen akadt ember, aki sapka, sál és vastag kesztyű nélkül merészkedett volna az utcára. Lili és Lala a térdigérő hóban munkálkodtak. Maguk is úgy néztek ki a vastag téli kabárban, mint a hóember, amit építettek. Jó de klassz, mondta vidáman Lili, amikor elkészültek. Pont olyan dagi, mint te, cukkolta nevetve a testvérét. És pont olyan kancsi, mint te, válaszolt rögtön Lala, és a hóember egyik szénszemét kissé közelebb rakta a répa orhoz. A hóember tényleg gyönyörű volt. Három kerek hógömbből állt, színből volt a szeme, szája és kabátjának a gombjai a fején egy piros fazék volt, de nem ám holmi ütőt kopott. Anya szerencsére még nem vette észre, hogy Lili elcsente a konyha szekrényből. Pontosan úgy festett, ahogy egy tökéletes hóembernek festenie kell. Azaz csak majdnem, mert seprű helyett Lala egy zöld lombseprűt hozott ki a garázsból, és azt nyomta a kezébe. Szép, szép, de valami még hiányzik, mondta Lala, majd egy arany színűre fújt diót vett elő a zsebéből. a lyukat fúrt a hóember fejébe, és beletette. Mit csinálsz? kérdezte Lili. Hát, agyat tettem a fejébe, felelte Lala, miközben betapasztotta a lyukat. Nem emlékszel az óz a nagy varázslóra? A madár ijesztő azért indult el városba, mert nem volt neki agya. Oh, – Ó, és most jobb? – kuncogott Lili. – Szegénynek csak diónyi agya van. – Pan mind neked! – mondták egyszerre a gyerekek, és jót nevettek azon, hogy ugyanazzal a dologgal akarták ugratni egymást. Lili hirtelen megperdült, és berohant a házba. Futtában kiáltott hátra. – Nekem is eszembe jutott valaki! – A bádogember! – amikor újra kijött, a kedvenc radírát tartotta a kezében, ami rózsaszín volt, szívalakú és eperillatú. A bádog embernek pedig nem volt szíve, és ezért kelt útra. Így a mi hóemberünk tökéletes lesz. Lala egyetértően bólintott, közben Lili a hóember melkasába rejtette a szív alakú radírt. Már csak nevet kell neki adnunk, sóhajtott a lány. Akkor legyen Totó. Vágta rá Totó, csodálkozott Lili. De hát ő egy kutya volt. Na mindegy, végül is tetszik. Boldogan mentek be a jó meleg házba, és az ablakból még sokáig gyönyörködtek a hóemberben, amit olyan gondosan építettek. És ami a legjobb volt az egészben, hogy anya és apa is kikukucskáltak, és a csodálkozástól leesett az álluk. Gyerekek, ez igazán gyönyörű, mondta anya. Aki csak elmegy a kapunk előtt, minket fog irigyelni, tette hozzá apa mosolyogva. Lili és Lala nagyon büszkék voltak. Fagy Alig múlt elé fél, amikor egy magas, vékony alak sétált be a kertbe. A csillagok épp ebben az órában ragyogtak a legfényesebben az égen. A különös idegen haja kékesfehér volt, mintha feje tetejét nem is haj, hanem jégcsapok sokasága borítana. A szeme azúr kék színben csillogott, hosszú kabátját pedig jégvirágok és hókristályok mintái díszítették. De nem ez volt benne a legfurcsább, hanem hogy olyan könnyedén lépdelt, mintha nem is járna, hanem lebegne. Még a lábnyomai sem látszottak meg a havon megállt a gyerekek ablak előtt, és finoman rálehelt az üvegre, majd ujjaival simogatni kezdte, mintha jég életre kelt volna az érintése nyomán, az ablakot szebbnél szebb jégvirágok lepték el. Segítség! Ellopták a hóemberünk! A reggel dupla adag kakóval indult. A gyerekek az ablak előtt áldogáltak, melyen ugyan nem lehetett kilátni, de a reggeli fénysugarak szépen megvilágították a jégből formált mintákat. De gyönyörű! Anya, nézd! Mi ez? kérdezte Lili. Jégvirágnak hívják, mondta mosolyogva anya. És miből van? kérdezte Lala, mire Lili játékosan megpöccintette testvére órát. Hát, miből lenne? Jégből? Ugye, anya? Anya bólintott. Miért? A hóvirág sem hóból van, okos tojás. Miért atlankodott Lala? Na de hogy került az ablakra? Tudjátok, gyerekek, a jégvirág akkor alakul ki, amikor odakint nagyon hideg van, idebent pedig meleg. Kezdett bele anya a magyarázatba, de Lili közbevágott. Ki alakul? Hát nem fagy Jancsi rajzolta őket az ablakokra? Anya egy pillanatra elgondolkozott, majd ismét elmosolyodott. De, igen. festő festője jégvirágot az ablakokra. A gyerekek egymásra néztek, és nagyon büszkék voltak rá, hogy Jancsi az ő kertjükben járt. Anya kivitte az üres csészéket a konyhába, miközben fejét csóválta. Sajnos ő már nem hitt a mesékben, így Jancsi létezésében sem. De azt mondta, amit a gyerekek hallani szerettek volna. Ma felnőttek már csak ilyenek. Lala felhúzta a csizmáját, magára kapta a sapkáját, és kirohant az udvarra, hogy elsőként csodálja meg a hóembert, amit tegnap fáradtságos munkával építettek. Annyira sietett, hogy sikerült jól bevágni a maga mögött az ajtót. Előbb egy hangos puffanás hallatszott, majd kisváltatva a Lala kétségbe esett kiáltása. – Apa! Apa! az egész család egyszerre rohant ki a hidegbe, mert megijedtek, hogy Lalával valami baleset történt, de a kisfiúnak szerencsére semmi baja nem volt. A hóembernek annál inkább. Lala szomorúan mutatott a hóember hűlt helyére. Ellopták Totót! Totó a hóember nyomtalanul eltűnt. Azaz nem is annyira nyomtalanul, mert a havat széles sávban letaposta valaki, Egészen olyan volt, mintha maga a hóember csúszott volna el egészen a kapuig, majd onnan ki tudja merre. Valaki ellopta tót, ismételte magát Lala. Anya és apa el sem tudták képzelni, ki lehet az az elvetemült gazember, aki képes betörni más kertjébe, hogy ellopjon egy hóembert. Vennünk kell egy biztonsági kamerát, sóhajtott gond terhelten anya. Nem, csóválta a fejét apa. Inkább egy hatalmas kutyát, akkora fogakkal, mint Lala. De hát nem is rabolták el, mondta vidáman Lili. Totó egyszerűen elment. Elment? Kérdezték a többiek egyszerre. Nem lehetett megmondani, hogy ki volt jobban megdöbbenve, Lala vagy a szülei? Hát persze, kuncogott Lili. Miért? Kinek kéne egy ember? Hóból gyúrt hadsereg. Aznap délután olyasmi történt, amire Szépvölgy lakói álmukban sem gondoltak volna. A várost ellepték a hóemberek. Igen, ám, de ezek a hóemberek mozogtak! Ahányat csak építettek a Szépvölgyi gyerekek, az most mind életre kelt. Kiki a maga udvarát vigyázta. Ennek a csodának mégsem örült senki, mert a kedves külsejű hóemberek viselkedésében semmi barátságos nem volt aki épp hazaérkezett, és az utcáról próbált bejutni az otthonába, azt cseprűvel hólapáttal tángálták el, míg aki odabentről szeretett volna kimenni, azt visszakergették a házba. Seki, sebe! Ilyen egyszerűen nem létezik. Ez nem lehetséges, kiáltozták kétségbe esetten az emberek. De attól, hogy valami lehetetlen, még megtörténhet? Legalábbis a jelek szerint. A gyerekek az ablakból nézték a nagy felfordulást. Valamit tennünk kell, Lala, mondta Lili. Jó, de mit? Mit tehetnénk mi, ha felnőttek se tudnak mit csinálni? Mondjuk, uh, keressük meg Totót. Lala szeme felcsillant. Benne vagyok. Alaposan felöltöztek, majd az ablakon át kimásztak a kertbe, de előbb még Lili kiragasztott egy cetlit a szobájuk ajtajára, senki se zavarjon, mert ját nem játszunk. Alszunk! Igazán nem volt szép a gyerekektől, hogy a szüleik tudta nélkül elszöktek, de ilyen borzasztó körülmények között anya és apa úgy engedte volna ki őket az utcára, még szerencse, hogy azok el voltak foglalva a telefonjaikkal. Anya ufókról beszélt a nagymamának, apa pedig valamilyen elrontott katonai kísérletről hadart a barátainak. Odakint tombolt a káosz. Időközben kivonult a rendőrség és a tűzoltóság. Vízsugárral próbálták elmosni a hóembereket az útból, de amikor azok havat fújtak feléjük, hideg lehelletüktől befagytak a csövek. Mindennek tetejébe egyes hóemberek nekiálltak, hogy újabb hóembereket gyúrjanak. Úgy tűnt, hamarosan egész hóhadsereg özönli el Szépvölgy békés városkáját. Csöbörből gödörbe Lili és Lala kerítéstől kerítésig lopakodtak, miközben Totó nyomait követték. Lassan maguk mögött hagyták a várost, és kisvártatva már a szép mellett fekvő fenyvesben barangoltak. A nyomok egyre mélyebbre vezettek. A hóember valóságos ösvényt vágott a nagy hóban. – Pszt! – intette csendre Lala a testvérét. – Ott van! – Lili is meglátta Totót. A hóember egy nagy gödör mellett állt, és kétségbe esetten bámult lefelé. Vajon mit csinál? kérdezte a lány. Megkérdezem. Feleltem maga biztosan, Lala. Ne, mi van, ha bántani fog? Kiáltotta Lili, de már nem tudta megállítani a fiút. Totó! kezdte Lala, de alig, hogy ezt kimondta, a hóember megpördült, és kitárt karokkal rávetette magát. Ó, oh, jaj! Lili felsikított, mert már a legrosszabbtól tartott, ám a hóember nem bántott találat. Hókarjaival boldogan ölelte magához, közben szénszájával Lilire mosolygott. A lány is közelebb merészkedett. Totó, hát megismersz minket? Hát persze, felelte a hóember. Ti vagytok az én drága jó gazdáim, akik fáradtságos munkával építettetek meg engem. – És mit csinálsz itt? – kérdezte Lili. A ember bánatosan biccentette fejét a gödör irányába, melynek mélyén tábor tűzéget. A tűz mellett pedig egy nyurga alak feküdt. Úgy tűnt, mintha a gyerekek alig akartak hinni a szemüknek, mintha olvadna. A haja olyan volt, mintha szürke hínár volna, és egész teste alatt víztócsa terült el. Hát ő meg kicsoda? Ő fagy Jancsi, Télországból. Fagy Jancsi? Hitetlenkedett Lala. Tényleg ő az? Igen. Eljöttem, hogy kiszabadítsam, de annak az alattomos krampusznak a tüze miatt nem tudok közelebb menni, mert egyből olvadozni kezdek. A gyerekek egymás szavába vágva ostromolták kérdéseikkel Totót miért keltek életre a hóemberek? És, és miért haragszanak az emberekre? És Fagyancsi, hogy került ide? És ki az a Krampus, akiről beszéltél? És hogy, hogy te nem vagy olyan, mint a többi hóember? Totó csendre intette őket. Kedves kis gazdáim, minden kérdésre választ kaptok majd, de ha most nem segítünk fagyancsinak, akkor szegény elolvad, mint a jég. Ó, hát ez igazán semmiség, mondta vidáman Lili. A gyerekek egyáltalán nem találták olyan félelmetesnek a békésen lobogó tábortüzet, mint Totó, sőt, kimondottan jól esett nekik a meleg, ami a lángokból áradt. Egy-kettőre lemásztak a gödör aljára, és havat rugdostak a tűzre, mely hamar kialudt. Lilének arra is volt gondja, hogy fagyjancsi testére is hideg hútakarót készítsen. Nem volt más hátra, mint a gödör alján kuporogva várni, várni, várni madara tolláról, hóembert gazdájáról. Fagyjancsi szeme felpattant, arcán széles vigyor terült szét, amikor felkelt és kihúzta magát, már egyáltalán nem emlékezett korábbi önmagára. Bőre csillogott, feje tetején jégcsap tüskék meredeztek. – Köszönöm! – rikkantotta vidáman, és magához ölelte a gyerekeket. Lili és Lala csak pislogni tudtak nagy megilletődöttségükben. – Elvégre nem minden nap találkozhat az ember Fagyancsival. Fagyancsi, te keltetted életre a hóembereket? kérdezte végül Lili. Az az igazság, hogy elég nagy bajt okoztál. A városban borzasztó nagy a felfordulás. Most Fagyancsi pislogott zavartan. Hát, izé, nem én voltam. Illetve mégis, de mégsem hebegte, majd látva a gyerekek értetlen arcát, sóhajtott egyet, és hosszas magyarázatba kezdett. Mint tudjátok, én rajzoltam az ablakokra azokat a csodálatosan szép virágokat. Már több ezer éve ez a dolgom, de még sohasem volt olyan, hogy egy városban egyszerre minden ablakot ünneplőbe tudtam volna öltöztetni. Egy krampusz, egy bizonyos elkrampínyó... Adott nekem egy varázs tekercset, és azt mondta, hogy ezzel életre kelthetem a hóembereket, akik majd a segítségemre lesznek. Hideget fújnak az ablakokra, és nekem csak rajzolgatnom kell. Igen ám, de amikor elmondtam a varázsigét, a hóemberek nem nekem engedelmeskedtek, hanem elkrampényónak. Csőbe húzott az a gaz, fickó! Aztán pedig ebbe a gödörbe zárt a trükkös tüzével. De miért nem ő mondta el a varázsigét? kérdezte Lala. Vagy legyintett. Neki legfeljebb annyi varázsereje van, mint egy hógolyónak. És mit akar el Krampinyó azzal a rengeteg hóemberrel? érdeklődött Lili. Azt hiszem, hogy Télország ellen akarja bevetni őket. A hóemberek újabb és újabb hóembereket gyúrnak, és ha elkészül a hóhadsereg, Krampinyó legyőzheti velük Télország katonáit, és aztán átveheti a télapó helyét. Télországnak vannak katonái. Tudjátok, azok a pirosruhás, hatalmas, csákós, bajuszos fickók, akik a határainkat vigyázzák. Tavaly télen láttam, hogy nektek is van őket ábrázoló karácsonyfadíszetek. És Totó? Bökött Lili a hóember felé. Ő miért van itt veled? Ő miért nem rossz, mint a többiek? Jancsi széttárta a karját? Ez nektek köszönhető. Ő az egyetlen hóember, akinek van esze. Ezért képes önálló döntéseket hozni. És mivel szíve is van, el tudja dönteni, hogy mi helyes és mi nem. Bizony nagy igazság, a hóember olyan, mint a gazdája. Lili és Lala büszkeségtől telve néztek egymásra, a szemük csak úgy csillogott az örömtől. Fagyjancsi visszavág! És most mi lesz? Meg tudod állítani el és a hóember sereget? kérdezte Lili. Fagy vidáman megpördült az egyik lábán, mint a balettáncosok. Hát persze, nekem ez meg se Na és az emberek? Velük mi lesz? Mindenkit nagyon megijesztettek a hóemberek. Hát, majd szépen elfelejtik. Felelte nemes egyszerűséggel, Fagy azt költve, hiszem, mondta lala. Ilyesmire emlékezni szoktak az emberek. Apa és anya legfeljebb akkor felejtik el, ha piros hó hull az égből. Jancsi felkacagott, és közben vidáman tapsolt. Hát, ami azt illeti, pontosan ez a megoldás. Elintézem, hogy piros hó essen az égből. A piros hó pedig köztudottan arra való, hogy elfeledtessünk általa dolgokat, mert ahová hullik ott senki nem fog emlékezni a nem kívánatos eseményekre. – De klassz! – vigyorodott el Lala. – Még soha nem esett piros hó. – Dehogy nem! – vágta rá Fagy Jancsi, aki még szélesebben mosolygott, mint Lala. Az elmúlt ezer évben összesen 36-szor. – Csak persze erre senki sem emlékszik – kuncogott. – Nem ez az első eset, hogy kisebb baleset történik. – És mi mit csináljunk? – kérdezte Lili. Többet már nem igen tehettek. Majd én helyrehozom a dolgokat. Nagyon hálás vagyok, amiért megmentettetek. Ritka az olyan okos kis gyerek, aki észeli szívvel ruházza fel a hóemberét. Legnagyobb szerencsémre ti pont ilyen kivételes gyerekek vagytok. Most elkapom krampényót, aztán visszafordítom a varázslatot, mondta Fagyjancsi, majd kicsit szomorkássá vált a hangja, amikor hozzátette a legjobb, ha elbúcsúztok Totótól, mert amikor megszűnik a varázs, ő is visszaváltozik egyszerű hókupacá. Lili szemébe egy apró könycsebb szökött, amikor megértette Fagyancsi szavait. És mi is el fogunk felejteni mindent? kérdezte bánatosan Lala. Hmm, gondolkodott el fagyjancsi. Tulajdonképpen megérdemlitek, hogy emlékezzetek megmentettetek. Újjával megérintette Lala Orra hegyét, majd Liliét is. A gyerekek úgy érezték, mintha jéghideg vízzel öntötték volna nyakon őket, a fejük bubjától a lábújukig dermesztő hideg járta át testüket. Szerencsére csak rövid ideig tartott. Lala esküdni mert volna rá, hogy egy pillanatra gyönyörű jégvirágot látott kirajzolódni Lili arcán. Fagy Jancsi szimpadiasan meghajolt, majd a következő pillanatban hangos pukkanással eltűnt. A nyomában csak szálingózó hópihék maradtak. Búcsúzás Lili és Lala magukhoz ölelték Totót, a hóember pedig a gyerekek vállára hajtotta a fejét. Hiányozni fogsz, Totó, mondta szomorúan Lili. Nem is volt időnk, amit együtt tölthettünk volna, panaszkodott Lala, ne szomorkodjatok, kis gazdáim, mosolygott otó. Ez a hó emberek sorsa. Úgy is eltűntem volna, amikor erősen süt a nap, és beköszönt a jó idő. De most elárulok nektek egy nagy titkot. Amikor egy hóembert nagyon szeretnek, akkor az nem csak egyszerűen elolvad, hanem Télországban újra felépül a varázshóból. Igaz, hogy többé nem látjuk egymást, de amikor itt eltűnök, valójában csak Térországba költözök. Köszönöm nektek. A gyerekek még erősebben szorították magukhoz Totót. Akkor is hiányozni fogsz, mondta Szipog Lili. Ekkor a hóember mindenféle előjel nélkül összeomlott. A gyerekek nem gondolták, hogy Fagy ilyen gyorsan elkapja elkrampínyó grabancát, és megszünteti a varázslatot. De hát Fagy az Fagy Lili legugolt a hatalmas hóhalom mellé, ami az előbb még totó volt. Turkált kicsit a hóban, majd egy kis aranydiót nyomott Lala kezébe. Kis idő múlva a szív alakú is megtalálta. Mehetünk haza, mondta Lalának, de hangjában azért kis szomorúság bujkált. Jó, menjünk, de ezt itt ne felejtsük, mert piros hó ide vagy oda, anyának fel fog tűnni, hogy hiányzik a kedvenc lábasa, felelte Lala. És apának, hogy nincs meg a szép zöld lombseprője, tette hozzá Lili. Majd, ha piros hó esik. A gyerekek szótlanul bandukoltak hazafelé, Lili egy piros lábast, Lala egy zöld lombseprűt fogott a kezében. A táj csendes volt és békés, az egyetlen szokatlan dolog a piros színű hó volt, mely lomhán, nagy pelyhekben húlt alá az égből. A városban nyoma sem volt tomboló hó embereknek. Az emberek pedig úgy jártak, keltek, mintha mi sem történt volna. Még azt sem vették észre, hogy ez a hó most más, mint a megszokott. De ezen nincs mit csodálkozni. Elvégre szép völgy, el volt varázsolva. A gyerekek hazaértek. Anya épp csokoládé pudingot készített a konyhában, apa pedig egy csöpögő csapot javított a főzőszobában. Fel sem tűnt nekik, hogy Lili és Lala elkószáltak. Este aztán mindannyian együtt díszítették a karácsonyfát. Gyerekek! Fantasztikus ötletem támadt! mondta váratlanul apa. Mi volna, ha holnap közösen építenénk egy óriási sárkányt ebből a nagy hóból? Egy igazi behemótot, egy godzillát, egy kolosszális tírexet. Képzeljétek el, mit szólnának a szomszédok? Lili és Lala íjetten összenéztek. Köszi, apa, de inkább építsünk hóvárat, mondta gyorsan Lili. Mert ha ez a Godzilla véletlenül életre kell és végig trappol a városon, akkor abból igazán nagy baj lesz, csóválta a fejét Lala. Apa csak nevetett. Lala, neked aztán van fantáziád, kisfiam? Rendben, akkor legyen hóvár!